Sziasztok! Egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni egy korábbi videómhoz, amiben arról beszéltem, hogy megértem azokat az embereket, akiknek nincsen kedvük elemű üzlettel foglalkozni, és most kiegészíteném azzal, hogy megértem azokat az embereket, akik mondjuk fizikai munkát végeznek, és utána, miután hazaértek és lefürödtek, mert halál hullára elfáradtak egész nap a melóban, azután baromira nincsen kedvük már semmit csinálni, kajálni akarnak egy jót, meginni mondjuk egy alkoholmentes sört, vagy két alkoholos sört, nézni egy kicsit a filmet, beszélgetni, ezt aztán azt csinálni, sőt, még sportolni sem nagyon van azoknak erejük, akik fizikai munkát végeznek. Na most én el vagyok szokva a fizikai munkától, azt mondhatnám, viszont a sporttól nem. Tehát mondhatnám azt is, hogy bírom a fizikai munkát, viszont nagyon nem bírom, nem szeretem csinálni. Megmondom őszintén, hogy most egy kicsit kerítést csiszolgattam, illetve teraszkorlátot is lefestettem, tehát ez egy nem egy nagy szakértelmet igénylő munka. A csiszolást azt tegnap csináltam, ez egy olyan másfél óra volt, azt már úgy este olyan 7 óra után kezdtem el, és hát a festés, ami ma történt, az nagyjából délelőtt 9-től, azt mondja, hogy mennyi az idő, most nem tudom, fél hét, mondjuk 6-ig tartott, meg utána a takarítás. És hát egy-két kis szünetet tartottam közben, ittam egy picit, megettem, de igazából ugye pólóban, dögmelegben, ragadrámakhoz, pötyögrámafesték, hozzáteszem, hogy abszolút nem vagyok profi festő, sőt semmilyen ilyen ház körül építési munkához nem értek. Viszont egyet tudok, hogy nagyon fárasztó, és úgy elegem is lett belőle, mert valahogy nem is úgy sikerült a terasz, megmondom őszintén, hogy szerettem volna korlát, mert elég egy bonyolult jószág, és ecsettel is festettem ilyen kis rácsos valami, majd lehet, hogy a videó végére bevágom, mesterművelet. De tudtam, hogy ez annyira nem lesz jó, viszont sokkal jobb, mint volt, de most ami a lényeg az, hogy baromira elfáradtam, és azt tudom, hogy szerintem én ma már a DXN-nel semmit nem fog kezdeni, tehát nem fog semmiféle hálózatépítéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de mondjuk mégis, mert ez a videó is annak számít, amit lehet, hogy nem pont ma fogok megvágni és feltölteni, hanem mondjuk holnap. De most jön képbe az, hogy belegondolok, hogyha valaki mondjuk minden nap, napi, hát általában 8-10 órákat dolgoznak ugye az építkezésen az emberek, ami baromi kemény, és vannak, akik simán 40 meg 50 év fölött is ezt nyomják, és minden elismerésem nekik tényleg, mert ez az a nagybetűs munka, amit én úgy hívok. Vegyük egy kőműves vagy egy ácsot, tehát én a maximális tiszteletem nekik. Na most elképzelem, hogy ők mondjuk nem csak így festem, mondjuk a festés is egy elég komoly dolog, persze, ha jól akarja az ember csinálni, oda kell figyelni, lefóliázni, amit én hát eléggé nem profin csináltam, összepötyögtettem minden, de hát mindegy, jobb, mint volt, de még messze van a jótól, a profitól, de hát talán majd lesz időm erre is beletanulni egyszer, de inkább, hát időm az elő lenne, de kedvem nincs. Na a lényeg az, hogy viszont meg tudom érteni ezeket az embereket, akiknek már főleg fizikai munka után nincsen kedvük másodállásban dolgozni, bár vannak, akik megteszik, maszekolnak mondjuk hétvégén, tudjátok, ez a maszekolás az még régen volt ilyen nagy szállóigen, és meg tudom érteni, hogy viszont konkrétan munka után mondjuk miért nem akarnak mondjuk emelem üzletet építeni, amiről tudják, hogy az összes ember utálja, meg hülyének fogja őket nézni, meg megutálja, meg nem akar majd velük szóba állni, mert azt hiszik, hogy valami hülyeségbe, nem korrekt dologba akarja belerángatni őket, meg ezek a termékek amúgy is drágák, tehát mindenféle előítélettel kéne, hogy szemben találják magukat akkor, hogyha ők emelem üzlettel akarnának, ne adj Isten, foglalkozni, de hát biztos, hogy nem akarnak, mert szerencsétlenek hulla fáradtak, örülnek, hogy lemosdanak végre, tiszta ruhát vehetnek föl, aztán egy kicsit mondjuk hanyat fekhetnek, vagy az asszony elég rakja a kaját. Tehát maximálisan meg tudom érteni. De amiben mondjuk nem tudom megérteni, úgy azokat az embereket általában, akik így beletörődnek a sorsukba, tehát úgy mondom, hogy akik nem elégedettek a sorsukkal, de beletörődnek, tehát vannak azok, akik, ugye ezt is mondtam, hogy van élet az emelem üzleten kívül is, és hát én is úgy vagyok vele mostanában, hogy elég el vagyok lustulva, mert úgy érzem magamat, hogy baromi jól élek, hogy is mondjam, egy kicsikét így lelassultan, vagy másképp csinálom a dolgaimat. Tehát meg tudom érteni azokat, akik elégedettek az életükkel, de akik mondjuk úgy vannak, hogy bele vannak fásulva már mindenben, de mégse csinálják, tehát nem elégedettek, azokat viszont nem tudom megérteni, mert akkor hiába rohadtul hullafáradt az ember, akkor is egy fél órát, egy 10 percet, nem tudom mennyit, bármennyire fárasztó is volt azért, hogy ne ugyanazt kell végig szívni mondjuk jövő héten, meg úgy több évig nyugdíjig, mint amit aznap csináltak mondjuk 40 fokban mondjuk fönn a tetőn, megint csak maximális tiszteletem mondjuk az ácsoknak, biztos nem tudnám csinálni. Egyrészt, hogy suta is vagyok hozzá, tehát nekem abszolút nem áll rá a kezem az ilyenekre, bár ha újra születhetnék, szerintem ez az, ami szívesen megtanulnék, az egyik az autószerelés, a másik pedig így az építészet.
építőipar. Szóval meg tudod őket érteni, hogy nincsen hozzá kedvük, de hogyha mondjuk azt mondják, hogy hát már pedig ők ezt nem akarják csinálni, mert nem akarok leszédulni mondjuk a tetőről, mert olyan meleg van, meg nem is tudom, infarktus kapni idő előtt, mert sajnos hallani akár sportolókat is, hogy túlhajszolják magukat. Konkrétan közel ismerősöm is van, nem sportoló, hanem más, aki tényleg tehát rengeteget dolgozott, és sajnos trókot kapott. Hála jó Istennek felépült, de ez mind azért, mert tudták, hogy túlhajszolta magát, mindig ment, és dolgozott becsületesen. Tehát azoknak mondom, hogy akik úgy érzik, hogy baromira elfáradtak minden nap, de ezt nem akarják csinálni, akkor van egy rossz hírem, már pedig egy kis energiát még bele kell tenni akkor a napi munka után, vagy akár három naponta, vagy hétvégén, amikor van egy kis szabadidő, abból el kell csippantani. Ha ne adj Isten, mégis a hálózatépítésre adnák a fejüket, mert esetleg ebben látnának kiutat, annak ellenére, hogy nagyon sokan nem akarnak majd az üzlettel foglalkozni, idézőjebben csak a termékeket akarják majd fogyasztani, tehát minden szembe menni az árral, mert ez szinte azt jelenti, már manapság ebben nem üzletet építeni. Úgyhogy hajrá mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy rohadtul elfáradt, örül, hogy lefürdik, és viszont nem akarja ezt csinálni minden nap. Hát én se. Megmondom őszintén, nem lennék festő. Mert ez egy nagyon komoly dolog. Tehát ezt nem lehet rosszul csinálni, most majdnem másképp mondtam. Tehát vagy amit csinálsz jól, vagy sehogy. Hát én most magamnak megcsináltam, én azt mondom, hogy jól van, Gergő, király vagy te most ezt így, úgy, ahogy lefestetted, meg a végén már nem is volt kedvem szépkedni, csak pif-paf, kész, nem érdekel, hogy hova ment a festék. Tudom, hogy majd azt a helyet is újra le kell majd festeni később, meg felújítás lesz, tehát annyira nem érdekelt, hogy a fal is olyan lett mellette, mert tudtam, hogy az is sorra kerül majdnem sokára. Hát én biztos, hogy nem bírnám csinálni. Ez volt a mai okosságom. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!